felújítanák Márton Áron püspök 55 éves személygépkocsiját. A különleges autó működőképes és forgalomba van iratva. Jelenleg a Csíkszentdomokosi Márton Áron Zarándok Központ egyik legérdekesebb kiállítási tárgya. 1600 köbcentiméteres motorral rendelkezik Márton Áron püspök egykori személygépkocsija, derül ki a törzskönyvből. Az érvényes forgalmi papírokkal rendelkező autó kis rásegítéssel ugyan, de saját lábán ment be az épületbe, állapota a korához képest jó. Egy 1967-es Volkswagenről beszélünk, 1600 köbcentis motorral, amit Márton Áron püspök ajándékba kapott König Bíborostól. Személyesen az ő autója, a Gyulafehérvári érsekség tulajdonában van, be is van írva, úgyhogy elméletileg közúton is lehetne vele járni, de azért azt látjuk, hogy az évek azért megviselték. A püspök 10 éves gyulafehérvári házi őrizetét követően körbejárta hatalmas egyházmegyét. Mindenhol hatalmas tömegek fogadták, legendás Bérma körútjai történelmi eseményként maradtak fenn a köztudatban. Ezeket az utakat a Bíborostól ajándékba kapott gépkocsival tette meg, sofőrje Szabó Sándor plébános volt. Vannak ilyen vicces történetek is vele kapcsolatban, lehet, hogy sokan ismerik, hogy amikor Márton Áron püspök megérkezett egy-egy közösségbe bérmálkozás céljából, ugye nagyon nagy számú hívő szeretett volna a szentségekhez járulni, és hogy nagy volt az igény a Szent Jónásra, és természetesen a püspök úr sofőrje, aki maga is plébános volt, szintén gyóntatott, és van ilyen anekdóta, hogy a kisfiú, amikor hazament az ünnepségről, akkor az édesanyjának azt mondta, hogy olyan sokan voltak, hogy még a sofőr is gyóntatott. A Márton Áron püspök emlékét lelkesen ápoló közösség szeretné felújítani az időskorba lépett gépkocsit. Remélik, sikerül találni olyan szakembert, aki akár eredeti alkatrészek felkutatását is vállalná annak érdekében, hogy a kis Volkswagen 100 év múlva is látványosság legyen a Zarándok Központ kiállító terében.